Üdvözöllek a mai beszélgetés alkalmával, aki az előző részt nem látta volna, elmondom neki, hogy az X-Monáddal fogunk foglalkozni, méghozzá egy speciális verziójával, azzal, amit a magyarás a polibáros bárhoz összeállított, azaz ezek a billentyűkötések, gyors billentyűk, ott fognak működni pontosan ugyanúgy, ahol a magyarás van feltelepítve, és ez a verziója. Erre nagyon-nagyon figyeljetek! Általában ezek a billentyűkötések működnek, csak éppen előfordulhat, hogyha te nem a magyarás X-monádot teszed fel, akkor hát valaki, aki a tiédet összeállította, vagy te összeállítottad, máshoz rendelte ugyanezeket a funkciókat. Ennek a videónak nem az a célja, hogy a magyarácsot bemutassa. Természetesen már sokan ismeritek és tudjátok, hogy egy magyar fejlesztésű, magyar beállításokkal rendelkező, nagyon kényelmes árcsalapú rendszer, ami jellemzően az egyszerűbb ablakkezelőkre, a T-Link, azaz csempézős ablakkezelőkre készült, és ezek előre be vannak állítva, és nagy előnye, hogy kapsz hozzá egy magyar nyelvű leírást. Ez egy olyan ötoldalas leírás, amivel megtanulod a gyors kötéseket, a gyors billentyű kötéseket, és már használni is tudod. Azaz, légy szíves elolvasni ezt a leírást, és kövesd. Annak nincs nagy teteje, hogy te fogod és felteszed a magyarácsot, és mert te alapból mindent tudsz, persze van olyan, aki mindent tud, természetesen, de hát kezdők nem így vannak, azaz ne avval kezd, hogy ez bezárt, és eltüntesd, hanem olvasd el egyszer, és jegyzeteld ki, ami számodra fontos. Amit szeretnék elmondani, és a legegyszerűbb dolog, hiszen legtöbben egeret is használunk, bár jellemzően ezek a felületek inkább a billentyű kombinációkra készültek, de egeret is használunk, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, akármelyik, vagy legalábbis az általam ismert legtöbb csempézős ablakkezelőnek van egy olyan funkciója, és egyéb asztali felületeknek is, tehát ez nem csak a csempézős ablakkezelőknek a funkciója, hogy vannak asztalok. Az asztalok különálló képernyő berendezések, és neked azt az előnyt adja, hogy minthogyha lenne 1, 2, 3, 4, 5 sok képernyőt, és azok között tudnál váltogatni. Mivel egeret is használunk, akkor elmondom, hogy így tudsz, rákattintasz, kattogtatsz, és vissza tudsz menni az előző asztalra, azaz az asztali berendezések jelen pillanatban a leírás és a próba asztal között villámgyorsan tudsz váltani. Azaz semmi indok nincs arra, hogy ezt a doksit kinyomtasd, persze kinyomtathatod öt oldal, de azért legyünk annyira környezettudatosak, hogy egy olyan dokumentumot, amit egyszer-kétszer elolvasol, hát többször nem fogod használni, bizony azt nem fogjuk kinyomtatni, hanem a monitoron fogjuk megnézni. Első körben, amit tudni kell, és ezen a doksin fogunk végigmenni, bemutatva azt, hogy érdemes elolvasni, ha kapsz egy ingyenes rendszerhez egy jó leírást, mert akkor fogod megtanulni. Na hát első körben elolvasod a felvezetést, téged igazából nem hat meg, amit leírtak az első blogba, az érdekes, megjegyzett, a többi nem számít, tehát olyan, hogy most dinamikus ablakkezelő, vagy nem dinamikus, meg izé-mizé, ezek bennünket jelen pillanatban technikailag érdekelhetnek, de a használat szempontjából nem. Az első, amit alá kell húzni és megjegyezni, home, ez a te otthoni könyvtárad, a felhasználói név az, ami a tiéd, pötty, X-monád. Pötty, X-monád, ez egy rejtett könyvtár, hogyha te fájkezelődben nem jelenik meg automatikusan a saját könyvtárodba a pont X-nomád feliratú könyvtár, akkor keresd meg az ablakkezelődnek a alapértelmezett, vagy amit te használsz, fájlkezelőbe, hogy a rejtett fájlok hogyan jeleníthetők meg, és állíts be, és abban a pillanatban elő fog ugrani az X-monád könyvtár, és abban van egy olyan fájl, hogy xmonad.hs. Ez a konfigurációs fájl. Ha ezt megjegyzed, akkor neked különösebb problémád nem lesz, hiszen a beállítások nagyon nagy részét itt fogjuk elvégezni. Azaz ez egy olyan szöveges fájl, aminek a helyét már tudjuk. A következő információ, amit megadnak, tehát a konfigban a Mi Mode Mask egyenlő Mode 4 Mask, más néven Super Win gomb a billentyűzeten, amit használni fogunk. Azaz, hogyha úgy hivatkozok valamire, hogy nyomja meg
a módosító gombot, vagy a Windows gombot, akkor megkeresed már előre a billentyűzeteden, az alsó sorba a Space-től kettővel odébb van egy ilyen ablakos kis Windows jelű gomb, és az lesz a módosító gomb. Ez alapértelmezett, legtöbb rendszerben így van, X monád alatt. Ezzel adod meg azt a módosító gombot, amivel te vezérled a rendszeredet, azaz nem lesz olyan, hogyha megnyomod a Mode Q-t, azaz jelen esetben a Windows billentyűt és a Q betűt, akkor Q betűt fog beírni, hanem ő tudja, hogy ez a módosító gomb a Windows gomb, és a Q-val azt a funkciót kell ellátni, jelen pillanatban becsukni ezt a dokumentumot, természetesen általában ehhez van hozzárendelve, becsukni ezt a dokumentumot, és ő el fogja ezt neked végezni, azaz a módosító gomb, ha úgy hivatkozunk rá a konfigurációs fájlba, hogy Mode M, akkor természetesen nem olyan gombot keresel, amire az van ráírva, hogy Mode M, hanem azt a gombot keresed meg, ami megvan ebbe a sorban adva. Tehát jelen pillanatban a Windows billentyű tartalomjegyzék, nem érdekel, navigáció a dokumentumon belül, leír egy csomó mindent, ami bennünket két szinten érdekel, a doksiba úgy keresel, vagy hát úgy görgeted, hogy fogod az egér középső gombját és leföl görgetsz vele. Természetesen a Vim billentyűzettel is tudsz, tehát a Vim szövegszerkesztőben megszokott billentyűzet kombinációkkal is tudsz leföl jobbra balra lépkedni. Én azt mondom, hogy mivel kezdők vagyunk, használjuk ki azt a lehetőséget, hogy az egérrel is nagyon szépen leföl tudunk görgetni, illetve ami nagyon-nagyon fontos számunkra, a Q simán a Q betű megnyomásával tudsz ebből a dokumentumból kilépni. Nyilvánvalóan látható, hogy a saját könyvtár lokál sáre és ilyen nevű leírás PDF-et fogjuk használni. Ezt teszi az orrunk elé minden indításkor, így bizony, hogyha becsukjuk, itt fogjuk tudni megtalálni, tehát a saját könyvtáradba a pont lokál sáre per akármilyen X-monád PDF-be fogunk megtalálni bármit, ha későbbiekben szükség lesz rá. Navigáció a rendszeren belül, ez már egy izgalmatosabb téma, azaz navigálni hogyan tudunk. Navigálás azt jelenti, hogy valahonnan, valahova el szeretnénk jutni. Első körben már megmutattam, hogy az asztalok között nagyon szépen tudunk navigálni, igaz? Visszanavigálunk ide, látható, egérrel tudsz navigálni, tehát no para. Nem idegeskedünk, egérrel tudunk asztalt váltani. Azaz, ha véletlenül eljutsz arra a pontra, hogy tele van egy asztalod, és hát nem tudod, hogy mit kéne csinálni azokkal a programokkal, szépen átváltasz egy másik asztalra, és folytathatod a gyakorlást. Azaz, megjegyezzük azt a három dolgot, ami számunkra fontos. Első körben az ablakok közti navigálást fogjuk megnézni, ami azt mondják, hogy super plusz 1, 2, 3, 4, 5, 0, tehát azt jelenti, hogy a super gomb, azaz jelen esetben a Windows gombnak a lenyomásával, plusz egy darab szám beütésével lenyomva tartjuk a Windows gombot, azzal fogunk asztalok között váltani. Próbáljuk is ki. Lenyomtam a Windows gombot, és átváltok a 3-as területre. Látható, átugortunk a ilyen kis pipettával jelzett asztalra, ami számomra, aki ismeri az én rendszermet, az pontosan a 3-as asztal. Visszaváltunk az 1-esre, és megnyomtam a Windows gombot, visszaváltottunk. Nem történt semmi olyan cselekmény, amit nem lehetne nekünk ezt úgy normálisan megoldani, azaz két olyan fontos dolgot tanultunk meg ebbe a pillanatban, amire nagyon sokszor lesz szükség, azaz a Windows gomb, super gomb, ki hogyan hívja, nyilvánvalóan Linux alatt azt mondani, hogy Windows gomb, az azért nem olyan hát szép dolog, inkább supernek hívják, az én szám inkább a Windowsra áll, azaz a Mode M-ként megadott billentyűt fogjuk használni a váltásra, megmondjuk a rendszernek, hogy Mode M, lenyomjuk, és utána az asztalok számát fogjuk mi szépen beütni, simán működik. Felhívja a dokumentum arra a figyelmedet, hogy a 9-es munkaterületnek speciális viselkedése van, amiről később még szó esik, addig kerüljük ennek a használatát. Tehát,
használhatjuk a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asztalunkat. A 9-esre azt mondta, hogy inkább arra ne paklászál. Oké, tudtunk ablakok, bocsánat, asztalok között váltani. Az asztalkezelő működése. Először is nyissunk meg egy terminált. Ha egy ablakkezelő akármi, akármilyen felületen hozzáférsz egy terminálhoz, te már király módon tudod vezérelni az egész rendszeredet. Minden esetben jegyezd meg azt, hogyan tudsz gyorsan, hatékonyan terminált nyitni. Ő elmondja, hogy egy terminált úgy fogunk nyitni, hogy a Super Enter-t lenyomjuk. Nagyon jó. Nagyon jó, lenyomjuk a Super Enter gombot, és nem csak egy terminált fogunk megnyitni, hanem többet is. Igen ám, de mivel nem szeretnénk ezt a dokumentumot becsukni, hogy tiszta legyen az asztal, és nem szeretnénk tele piszkítani ezt az asztalt, gyorsan átváltunk a kettes asztalunkra, és megnyitunk Windows gomb, Enter, Enter, Enter. Három darab ablakot. Lehet látni, hogy ezek terminál ablakok, hát nyilvánvalóan megtanultuk, hogy terminálhoz így férünk hozzá. Nézzük is meg, hogy működik-e ez a terminálunk. Egy up al parancsot kiadok, megadom a jelszavamat. Ez egy rövidítés az up al, egy alias, egy rövidített parancs megadás, és azt jelenti, hogy légy szíves a rendszeremet felfrissíteni. Nagyon-nagyon tudok neki örülni, hogy jelen pillanatban azt látjátok, hogy egy csomó hashkel fájt fog frissíteni, rengeteget. Ha Xmonadot használsz, jobb, ha megszokod, hogy a frissítések úgy működnek, hogy bizony előfordul, hogy napi kétszer, háromszor, ötször egy csomag hashkel, azaz a Xmonad programozói nyelvéhez rendelt, azhoz tartozó könyvtárkák, picikek és fájlok fognak lejönni. Ezen neked igazából semmi teendődön nincs, egyedül annyi a teendőd, hogy lefrissítettük a rendszert, és örülünk neki, hogy működik. Látható, hogy van három darab terminálunk, három darab ablakunk, akármi nyitva lehetne egyébként benne, de most terminál nyitását javasolta a leírás, így bizony a terminál nyitását megtettük. Megtettük. Aha, de kéne valahogy navigálni az ablakok között. Nyilván már múltkor megbeszéltük, és most is lehet látni, hogy a magyarás Xmonados verziója úgy van beállítva, hogy az lesz az aktív terminál, ami fölött ott van az egér. Azaz, ha itt van az egér, akkor itt van, ha ide megyek az egérrel, itt az egeret ide mozgattam, fölötte van, akkor meg is ződül a kerete, és utána nyilvánvalóan ezt a terminált tudod használni. Ennek van egy másik módja, tehát a fókuszált, aktivált ablakok váltásának van egy másik módja, amit érdemes megtanulni, illetve aki ügyes, az majd át fogja ezt állítani a saját kedvenc gombjaira is, de jelen pillanatban az alapverziót használjuk. Azt írja a leírás, én könnyen vagyok, ma másik monitoromon ott van ám kinagyítva a leírás, és nem kell visszaváltani, de hogyha te éppen nem tudod, hogy hogyan kell váltani billentyű kombinációkkal a Xmonad magyarács verzióval, akkor természetesen fogsz egy kis papírkát, és kijegyzeteled, és odáig gyakorlod ezt a feladatot, nem nagy dolog, amíg készség szintjére nem tudod fejleszteni. Azt írja a leírás, hogy Super M-J-K. M-J-K. M, a master, a legnagyobb ablakra fogunk ugrani, mindig van egy master, és van egy adag, ha van másik kinyitva, akkor természetesen vannak egyéb kis ablakocskák, ezt szolgádak szokták hívni, sleeve-nek, de hát manapság ezt már nem igazán érdemes kimondani. Én azt mondom, hogy kis ablakocskák, alárendelt ablakocskák között is tudunk váltani. Ha pedig azt szeretnénk, hogy a következő ablakra, vagy előző ablakra lépjen, akkor azaz teendőnk természetesen megnyomjuk a mód gombot. Ez most jelenleg a Windows gomb, különféleképp fogom hívni, hogy megszokjuk, teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy szuper, azt mondom, hogy Windows, vagy Mode M gomb, módosító gomb, ha ez ehhez van tegelve, rendelve a konfigurációs fájlba, akkor ez fog működni a Windows gomb, hozzá tudod rendelni más módosító gombhoz is, hát fejből nem tudom, de 4-5-6 módosító gomb van a Linux alatt,
amit ehhez hozzá tudsz rendelni, de gyakorlatilag jellemzően vagy az Alt gombot, bal oldali Alt gombot, vagy a Windows gombot szokták ehhez hozzárendelni. Na, lényeg vissza az egészhez, megnyomtam a Windows gombot, és jé, nyomogatom, egyik irányba pörög. Látjátok, mindig megváltozik, hogy ki a zöld. Akkor megnyomom a K-t, akkor meg visszafele megy. Van egy harmadik megoldás is. Egér, a JK nyomkodása, vagy pedig a mód gomb, ami jelen pillanatban a Windows gomb, és a tabulátor nyomkodásával is az egyik irányba tudod léptetni az ablakot. Tehát a fókuszváltás így történik. Összefoglalva, vagy billentyű, vagy tab, vagy egér. Ennyi. Az egérre visszatérve természetesen, akit zavar, hogyha mozgatja az egeret, meglöki, és akkor másik program kapja meg a fókuszt, jelen pillanatban terminálokat nyitogattunk meg, annak van lehetősége átállítani a beállító fájba, hogy ez ne így működjön, hanem az kapjon fókusz, ahova oda megy, és még rá is kattint. Ez számunkra nagyon-nagyon-nagyon kényelmes. Az, hogy hogyan vannak az ablakok összerendezgetve, tehát hogyan néznek ki ők. Hát most ebbe a beállításban vannak, ez az a csempézős, általános, legtöbb csempézős rendszerben megszokott, hogy van egy nagy ablak, két kicsi, aztán utána meg valamilyen algoritmus szerint, ahogy a készítő kitalálta, természetesen készülnek a kis ablakocskák, készítsünk még egy ablakocskát, természetesen ebbe az elrendezésbe a nagy mellé a piciket ossza szét. Az X-modárnak az az igencsak nagyon-nagyon nagy kényelmi funkciója, hogy legalább egy két tucat ablak elrendezés van, vannak egyszerűbb ablak elrendezések is, és vannak olyan elrendezések is, amik számunkra, hát bizony, hát meghatározhatóan, kényelmesen, agyon konfigurálhatóak, ilyenek például a füles ablakelrendezés, ami az én személyes kedvencem. Ablakállapotokat, azaz azokat, hogy milyen ablakok vannak, természetesen érdemes megjegyezni, ha olyat találsz benne, amit soha az életben nem használsz. Eltávolítani a konfigurációs fájba, és hogyha véletlenül olyan kell, ami nincs bent a magyarácsba, természetesen szíved joga belehelyezni, beletenni a konfigurációs fájba. Ennek megvan a módja a Haskell oldalon, az X-Monad oldalán. Simán le van írva, hogy mit, hogyan kell csinálni. Nem egyszerű, de nem is egy agysebészet. A második nekifutás után a konfigurációs fáj szerkesztése mindenkinek ilyen szinten természetesen nagyon szépen fog működni. A következő gondolat, hogy vannak olyan ablakok, amik itt benne vannak az elrendezésbe, és szoktak olyat emlegetni, hogy lebegő ablak. A lebegő ablak olyan ablak, amilyen itt a másikon lehet látni, megnyomjuk a mód gombot, aztán mozgathatjuk az ablakot, és oda tesszük, ahol szeretnénk, vissza erremet. Éppen a kezem az egéren volt, arra kattintottam, és nem a billentyűzeten volt, akkor bizony avval volt kényelmesebb, de ugyanúgy vissza tudok lépni egyes, kettes, tehát ez így nem igazán okoz senkinek se gondot. Oké, van az ablak elrendezés, és hogyan csinálunk ebből lebegő ablakot? Egyetlen egy lebegő ablakot úgy csinálunk, hogy megfogjuk. Hogyan csinálunk ebből egy lebegő ablakot akármelyikből, de ő van középet, fogjuk, megfogjuk, lenyomjuk a módosító gombot, jelen esetben a Windows gombot, és utána már oda mozgatod, ahova akarod. Azaz, képzeld el úgy, hogy ez egy sík, mármint az ablak elrendezése egy síkba van, és abból te kiemeled ezt a ablakot, és utána ide-oda tudod mozgatni, tudsz módosítani a méretén is például, meg a helyzetén is, tehát ez igazából kényelmi funkciókkal ellátod ablakkezelő, hiszen van egy eredeti ablak elrendezés, amiből sokféle van, és van egy speciális, a különleges megoldás az micsoda, a lebegő ablak. Oké, van egy lebegő ablakunk, elvégeztük benne a feladatunkat, és beszeretnénk zárni. Hogyan zárunk be egy ablakot? Mindig, ismétlem, mindig meggyőződünk arról,
hogy az ablak ki van jelölve, tehát ő a fókuszált ablak. Ő a fókuszált ablak, és megnyomjuk a módosító gombot és a Q-t. Ezt emlegettem is, mindig ez a példám, hogy mód Q, az aztán a legtöbb rendszerben kinyírja az ablakunkat, becsuktuk, szuperek vagyunk. Természetesen nagyon szuperek vagyunk, hiszen becsuktuk az ablakunkat. És hogyan tovább? Hát nekem ez így nem jó. Hát miért ekkora ez, és miért ekkora ez? Nekem az arányok nem tetszenek. Az ablakok mozgatásához, átméretezéséhez és áthelyezésére az alábbi kombinációkat használjuk. Ott van bent a leírásban, menjünk rajta végig, mint a jó gyerek. Super Shift MJK. A fókuszált ablakot megcseréli a tőle balra lévő master, mesterfő ablakra, jobb oldalt pedig lejjebb-feljebb lévővel. Na nézzük meg, hogy mi ez. Ő lesz a kijelölt ablakunk, amiben az van írva, hogy SSSSS. Megnyomjuk a Super Shift-et és az M gombot. Látható masterré fő ablakká léptettük elő ezt az ablakot, ami eddig a szolga ablakocskánk volt, hiszen az előző, ami itt volt, itt ez a nagy volt, ő ide átkerült, ami ott volt, ami ki volt jelölve, master nagyméretű ablakká váltott. Ez egy nagyon kényelmes ablakelrendezés, pár olyan ablakelrendezés van, aminek a értelmét nem tudja az ember épésszel felfogni, hogy miért olyannak csinálták, de ez a master és 1-2-3 szolgaablak készítése nagyon kényelmes, ebbe dolgozol, itt van a suga, és itt pedig még az interneten is tudsz keresgélni, vagy valami ilyesmi elrendezése, ez nagyon kényelmes. Oké, a következő JK, hát a mód super lenyomásával és a shift lenyomásával nézzük meg a JK mit csinál, J. Látható, váltott, K meg visszafele váltott. Látni, körbe váltogatjuk, rakosgatjuk odébb a fő ablakot, tehát váltogatni tudjuk, hogy melyik legyen feljebb, melyik legyen lejjebb, tehát nem a fókuszt váltogattuk, ha megfigyeltétek az SSS-t, ad, meg az üreset, nem a fókuszát váltogattuk, hogy mi legyen az aktív, hanem az elhelyezését váltogattuk. A super, azaz a Windows gomb lenyomásával bal klikkel húzás, az ablak mozgatása vagy megcserélése. Hát lenyomjuk a super gombot és bal klik, és akkor tudjuk mozgatni az ablakot. Ezt már természetesen az előbb meg is oldottunk, azért csinálunk még egy ilyen ablakocskát. Super HL, a master ablak zsugorítása, kitolása. Na hát, azt mondja, hogy super, és H, akkor nagyobb lesz a fő ablakod, ha másikat nyomogatod, nyilvánvalóan kisebb lesz a főablakod. Szupi, nem? Hiszen kimondta azt, hogy pontosan a felének kell lenni a fő ablakodnak, és hát bizony a két-két szolga ablak, vagy több szolga ablak, az bizony meg ottan csak felét használhatja el. Előfordulhat, hogy itt szerkesztesz valamit, azért, hogyha itt internetet nyit, és egy böngésző van, azért jobb lenne, hogyha nagyobbak lennének a betűk, vagy esetleg több férnél jobban tudnál olvasni, nem abban a picike kis likban nézegeted. Azaz az ablakok méretét, a panelok méretét simán tudod mozgatni. A következő sor azt mondja, Super Shift és a munkaterület száma, ablak áthelyezés egy másik munkaterületre. Nagyon izgalmatos. Miért? Mert hogyha te megnyitod, teszem azt a terminálodat, ezt a terminált, ezen az asztalon, ez most olyan második asztalunk, és azt szeretné, hogy áthelyezd a másik, harmadik, negyedik, ötödik asztalra, azt is meg tudod tenni, nyilván a váltás az az egyszerű módosítógomb plusz szám, a szuper módosítógomb plusz shift, az pedig általában az asztalok közötti ablak mozgatást fogja megtenni. Legyen ő az ablak, mert ő benne futott le a frissítésünk, és az egyértelmű, hogy nem csalás és nem ámítás, lenyomom a módosító gombot, a shiftet, és átteszem a hármas ablakra. És nagyon ügyes, semmi nem történt, de történt,
egy ablakot a kettő pici közül, a három közül egyet kikapott, és áthelyezte valahova ide. Megvan? Igen, lehet látni, nem csalás, nem ámítás, látjátok, emlegettem a Haskell föliratot, igaz, az a program csomagocskáknak a frissítése volt. Átkerült az ablak egy másik asztalra, hát bizony ezt csukjuk be. Hogyan csuktuk be? Bár a kattintást hallottátok, a feliratot nem kapcsoltam be, mert időnként hülyeséget szokott csinálni. A feliratozó, tehát ami a billentyű feliratokat, billentyű leütéseket a képernyőre közvetíti, de elhiszitek nekem, és ki is próbáljátok, azután, hogy valamit valahol oda tettetek, vagy kijelöltetek, és be akartok csukni, akkor a Windows és Q billentyű kombinációval legyilkoljátok azt az asztalt. Visszamegyünk az előző asztalra, ott nyilvánvalóan módosító és az asztal száma, és láthatóan megvan a két kis ablakocskánk. A következő gondolat, amit érdemes hát átgondolni, hogy leszeretnénk állítani a rendszert. Ez is olyasmi, mint a Windows plusz Q, meg egyéb ilyen gondolat, amit alapból tudni kell, és ez is kifejezetten a magyarásnak a fejlesztése. Egy egyszerű kis scriptet kapsz a kiléptetéshez. Természetesen, ha ki akarsz léptetni, és a polibáros verziót használod, az itt is ki tudsz léptetni, de azért jobb, ha megtanulod ezt a kombinációt, amit sokszor fogunk használni, és már múlt részben is volt róla szó. Windows plusz C, és kapsz egy menüt, kilépsz az X-monádból, hibernálod, újraindítod, vagy leállítod a géperet, lefele, fölfele nyillal navigálsz, és az Enter lenyomásával tud elindítani az adott funkciót, és az Escape-kel tudsz kilépni. Nyilvánvalóan, hogyha elindítod a kilépés az X-monádból, és a bejelentkezős képernyőt szeretnéd megkapni, akkor Enter. Utána hiába nyomod az Escape-et, nem fogja megszüntetni, de hogyha csak kipróbálás szempontjából megnézted, hogy ez hogyan működik, akkor természetesen az Esc lenyomásával fogod ezt tudni elvégezni. Alkalmazások indítása, bezárása. Nagyon egyszerű és szerintem kényelmes megoldás, hogy a Rofi nevű eszközt használják, meg a D-menü nevű eszközt használják olyan programindítása. Ezek helyettesítik számodra azt a funkciót, ami mondjuk a Windows-ban bent van a start menü. Vagy a legtöbb asztali felületnél van valami start menü szerűséged, azt mondja, hogy fontos, a terminálba futó alkalmazások nem feltétlenül indulnak el. Nyilvánvalóan előfordulhat, hogy egy programot, mondjuk a hátopot szeretnéd elindítani, nem tudom, hogy ez Röfiből elindul vagy nem, na, mindegy, lényeg az, akkor nem indul el, mert nem nyílik meg neki a terminálja. Nyilván a grafikus programokat szeretnénk így jellemzően elindítani. Mit mond ő? Super D. Hát próbáljuk ki, mert a puding próbálja a megevés, Super D, és kapsz egy ilyen csikocskát ide. Hát az első körben, amikor az ember meglátja, hogy kap egy ilyen csikot, arra gondol, hogy hát ez használhatatlan, de hogy használhatatlan, beírod a programnak az első pár betűjét, és ahogy látni, ő ki fogja válogatni. Ahogy írod be a betűket, egyre kevesebb lesz, és ahogy eljutunk egy olyanhoz, hogy egy van, akkor enterezzük le, és elindítja a PCMan FM nevű, hát viszonylag egyszerű kis beállítású, viszonylag egyszerű fájkezelőt. Két dolgot szeretnék elmondani. Bár mindenkit avval rémítgetnek a hozzá nem értők, hogy itt csak terminálos programokat tudsz használni, és az egyszerűbb árcsalapú, ablakkezelő alapú rendszerek, hát ott aztán kapsz egy terminált, aztán senki nem gondol a grafikus felületű felhasználókra, de igen. De igen, gondoltak, és a magyarásnak ez az a nagyon kényelmes, nagyon jó tulajdonsága, hogy itt azért egy alaptelepítés, hiszen beszéltünk róla, egy Naturmesszelen alaptelepítést hajtottam véghez, azaz nem raktam fel semmilyen olyan programot pluszba, amit be kellett volna telepítésnél x-elni, itt azért kap szövegszerkesztőt, grafikussat, azaz nem lesz probléma a konfigurációs fájloknak a szerkesztésével se, mert a Vim-mel meg ebben azzal igazából nem biztos, hogy egy kezdőnek kéne szöveget szerkeszteni,
kapunk nem csak terminálos, hanem grafikus rendszerű, grafikus kinézetű fájkezelőt is, azaz el tudsz jutni bárhova, tudsz másolni, meg egyéb, illetve a szövegszerkesztőhöz is feltétek a Subtext 3-ast, ami egy nagyon kényelmes grafikus felületű szövegszerkesztő. A PCMon FM ez egyszerű, kétpaneles és jól használható, de amikor te elindítod, nem így fog kinézni. Én nekem, mivel hogy ezt már próbálgattam ezt a rendszert, és egy-két változtatást tettem, ami nehogy nekem itten problémáim legyenek felvétel között, első lépésben, hogy ugyanilyen legyen, rákattintasz az asztalra, vagy hát ide, ahol vagyunk, és ide mész, hogy rejtett mutatása, és rákattintasz, ha nincs előtte pipa. Nem lesz, alapból úgy van beállítva, hogy se a rejtett könyvtárakat, se a rejtett fájlokat nem mutassa. Azaz kényelmesen tudunk itt tovább lépni, hogy bemutassam azt, hogy ténylegesen készítettek, feltettek, telepítettek egy grafikus szerkesztőprogramot, amivel te a konfigurációs fájlaidat tudod szerkeszteni. A basercét nyissuk meg. Első kattintással az alapbeállítás a NeoVim nevű eszközt fogja megnyitani, ami számunkra kezdők számára nem biztos, hogy kellemes. Ha te Vimet, VIM-et, hogy szépen mondjam, hogy annak valamelyik verzióját használtad, akkor ne hallgass rám, használd azt, de Subtext 3-ast felrakták, azaz, ha valamit szerkeszteni akarsz, egy ehhez hasonló, kinézetű, nagyon kényelmes, grafikus felületű szerkesztő programot fogsz kapni, azaz nem lesz neked olyan problémád, hogy nem tudsz valamivel belenyúlni, annélkül, hogy te saját magadnak feltelepíts egy fájkezelőt, természetesen az emberek 99%-a kedvencét fogja feltelepíteni, és természetesen a kedvenc szövegszerkesztőjét, de el tudsz indulni, és ez nagyon-nagyon kényelmes, mert gondoltak arra, hogy valaki kezdő, annak nem biztos, hogy a NeoVim-mel kéne kezdeni. Oké, tehát megnézzük a SuperD-t, kaptál egy egyszerű start menüt. Nézzük meg a Super Shift D-t, ami már sokkal emberbarátabb, sokan ezt szeretik. Nyilvánvalóan begépeled akármit, P, C, FM, fájkezelő, PC van FM, és akkor rákattintasz, még egy megjelent természetesen, hiszen az előbb már megnyitottunk egyet, azaz megint megdöntöttünk egy olyan elképzelést, amivel a buta emberek riogatják a szegény kezdőket, ne menjél te át ezekre a rendszerekre, ablakkezelőkre, mert ott aztán csak terminál van, meg nincs start menü, és nincsen bárod, amivel indíthatsz, amivel te tudsz dolgozni. Oké, egy kis kitérőt szeretnék tenni, nyilvánvalóan az egyiket becsukjuk, mert becsukjuk, ne legyen kettő, nem volt nagy értelme becsukni, de becsuktuk. Lehetett látni, amikor a PCMon FM elindult, akkor nem azon az asztalon maradtunk, amin éppen voltunk, hanem ő áttett bennünket egy másik asztalra. Ez is a nagy előnye az ilyen ablakkezelőknek, hogy meg tudod határozni azt, hogy egy billentyű kombinációval mi induljon. Meg tudod határozni, hogy az hol jelenjen meg. Éppen a mai nap 6-án, márciusban 2021-ben jelent meg egy cikken ennek a beállításáról. Meg tudod határozni tehát, hogy hol jelenjen meg melyik asztalon, és milyen méretben, és még azt is meg tudod határozni, hogy a fókuszt automatikusan megkapja, vagy csak nyíljon meg az ötös asztalon, és majd te odalépsz, hogyha akarsz. Azaz nagyon kényelmesen tudsz dolgozni. A másik dolog, általában a programok bezárása úgy történik, hogy van itt fönt valahol egy X-ed, igaz? Hát itt nem, itt megjegyezed azt a billentyű kombinációt, amivel te ki tudsz léptetni a programból, be tudod csukni a programot. Ha a programnak van sajátja, ablak bezárása, Ctrl-Q, akkor te a Ctrl-Q-t használod, ha nincs, például a terminálnak nincs ilyen lehetősége, akkor pedig a Windows Q billentyűt fogod használni. Oké? Ezt azért mondtam el, mert több programnál, grafikus programnál előfordulhat az,
hogyha nem az ő általa meghatározott kiléptető becsukó billentyűvel csukod be a programot, akkor ideiglenes fájlok fent maradnak, vagy pedig a memóriában futnak az ő dolgai, és az erőforrást fog elvenni. Például próbáld meg, elindultasz egy Chromiumot, és utána a Windows Q-val becsukod. Utána Htop-ra, az egy kis programocska, Htop, begépeljük, és egy programocska, és itt meg tudod nézni, hogy milyen programok futnak, vagy mi az, ami számodra olyan, ami lefoglalja az erőforrásaidat, lehet látni, hogy éppen mi fut. Oké, tehát elindítasz egy Chromiumot, böngészel, lezárod Windows Q-val, és utána megnézed, hogy utána előfordul, hogy pár Chrome, Chromium feliratú program rész, programocska fog háttérbe futni, ami a programhoz tartozott. Ezért érdemes tudni, hogy amihez van saját kiléptető billentyű kombináció, annak ellenére, hogy nekünk nincs meg az a kényelmi funkció, hogy egy X-el bezárjuk, szabályosan ott azt használjuk, aminél pedig ilyen lehetőség nincs, nincs saját becsukású, ott pedig a Windows Q billentyűt fogjuk használni. Ennyi kitérés után térünk vissza a kedves kis PDF-ünkhöz, és nézzük meg az alapértelmezett eszközöket, amikre fölhívják a figyelmet. Ezeket nyilvánvalóan ismerni kell. Gyakorlatilag azért kell ismerni ezeket az alkalmazásokat, illetve azoknak az indítását, hogy kezdeti időszakban, amíg még nincs semmi feltelepítve kedvenc szerkesztőt, kedvenc fájkezelőt, kedvenc akármit, odáig ezekkel tudjál dolgozni. A Super Enter, Super Shift Enter az a terminálnak az indítása, az egyik levegőmódba indítja le a terminált, a másik természetesen az előbb látható terminál indításokat, hát megnéztük, igaz? Nyitottunk egy tucat terminált, igazából amikor elindítasz egy terminált, már mindenhez hozzá fogsz tudni férni, gyors, hatékony és kényelmes módja a problémák, a beállítások és egyebek megoldásának. Szerkesztő. Ők az NVIM, a NeoVim-et használják, természetesen leírják, hogy hol kapsz tutort, meg hogyan lehet ezt használgatni, a tutort beírod és aztán leenterezed, és előkerül a sugo. Én azt mondom, hogy ha lehet, és ha van kedved, inkább ennél egyszerűbb, átlagos embernek jobban átlátható nanót, vagy az MC-nek az editorát használt terminálba is, természetesen szíved joga akármelyik VIM-et használni, de én azt mondom, hogy az egyszerűbb, illetve hát keresél egy grafikus programot, ahogy mutattam, már van feltelepítve egy grafikus és nagyon professzionális szövegszerkesztő, annak a free verziója, a bemutató verziója, ami teljes funkcionalitást ad örökre, azaz avval szépen megtanulhatsz dolgozni, de természetesen az NVIM-et, NeoVim-et is használhatod. Egyéni dolgot, hogy melyiket választod, de a kezdő vagy akkor a kettős pont tutor és enter lenyomása elég sokszor elő fog nálad fordulni. Böngésző, alapértelmezett böngészőt használják a Brave-t, ez bizony jó, a Firefoxot is lehet használni, Chromiumot, amelyik tetszik, alapértelmezettbe a Brave az, amit felraknak, és szerintem kezdésnek bőven jó. Vannak nagyon-nagyon jó tulajdonságai, azaz, aki a Chrome Chromium vonalon dolgozott idáig, akkor a Brave nevű kis eszköz nézze meg, lehet, hogy át fog rá állni, mert véleményem szerint, ez a szubjektív véleményem, lényegesen kezesebb, gyorsabb és biztonságosabb böngészést ad PDF olvasó, hát a PDF olvasót pontosan látjátok, Zatura az a neve, természetesen egyértelműen itt is leírják, hogy a Q billentyűvel tudsz kimenekülni ebből az eszközből, tehát becsukni ezt a kis sugot, ami természetesen egy ideig, az első pár nap, pár óra, attól függ ki mennyi időt tölt vele, ez lesz a kedvence. Mert hát bizony sokszor ide-vissza fogunk térni, és azért mondtam, hogy jegyzetelt ki, próbált ki, amiket bemutattam, mert azokat elsajátított, erre a PDF-re nem lesz szükséged, fájkezelő, természetesen el tudod indítani a VFM-et, ami egy szuper terminálos fájkezelő, a szuper R-rel indul el, ami számunkra azt adja, hogy akinek nincs gyakorlata ezzel, azért kínlódni fog. Jó az eszköz, érdemes rászánni egy kis időt, de alapesetben természetesen gondoltak a készítők arra, hogy hát nem biztos, hogy aki első körben ezt felteszi,
avval szeretne böngészni, a fájrendszerbe föltették a PCMon FM egyszerű, bemutatott, az előbb bemutatott kis eszközt, és azt pedig a Super Shift P-vel fogod tudni elindítani. Váltsunk is át egy másik asztalra, és nézzük meg, hogy néz ki ez a eszköz, amit mondtam, hogy hát nagyon jó, nagyon szép, hát így néz ki, terminálos, szépen tudsz vele lépkedni, nagyon kényelmes, hozzáteszem, nagyon kényelmes, nagyon szépen működik, ahogy lehetett látni, nyillal fölle lépkedtem, igazából nem is ez a téma, de gyakorlatilag bármit meg tudsz ezzel csinálni, két panelos, nagyon profi, szóval ezzel is lehet ismerkedni, de azért az előbb bemutatott PCMon FM azért ez a barátságosabb. Na hát ez az, amire van lehetőség indítani a Windows E lenyomásával, megkapod ezt a pársoros sugot, tehát a gyors billentyűket felsorolja részben, nem teljesen, részben felsorolja, ezeket érdemes átnézni. Azaz nem csak az a pár gyors billentyű van, amit láttatok, hanem van több is, és azokat a következő részben meg fogjuk beszélni. Alapértelmezése, környezeti változók módosítása. Az alapértelmezett alkalmazások a pont profil fájban környezeti változókkal vannak beállítva, így módosíthatjuk őket kedvünk szerint. Ez egy haladó dolog. Erre nagyon figyelj, ilyen pont fájl, ami rejtett fájl, azokat csak úgy szerkeszt, hogy azt tudod, hogy te mit, hol és milyen hatással van a többire. Azaz, figyeljünk rá, későbbekben megbeszélt dolgok, hogy mit, hol lehet változtatni, az nem azt jelenti, hogy rögtön neki kell ugrani, hanem át kell nézni a rendszert, megnézni, mi mivel függ össze, és utána változtatni rajta. Utolsó, a Super F1 billentyű kombinációval előhozhatjuk ezt a kis leírást, felolvasom az utolsó két sort, ami nagyon fontos. További információkért, tippekért, trükkökért keresse fel weboldalunkat, és ott van a weboldaluk címe. Azokat a cikkeket, ami releváns neked, légy szíves elolvasni, mert én itt gyorsan, villámgyors tempóba átrohantam a PDF-en, megnéztük, hogy mit, hogyan lehet állogatni. Persze lesznek a későbbiekben is X-monádos videók a magyarás beállításával. Én azt mondom, hogy az ottani dolgokat is, meg az én blogomban, ami a videó alatt ott lesz, bizony megjelent cikkeket legyetek szívesek elolvasni, mert az alapok, amiről én most mondjuk egy jó 3-4 órát beszéltem, ezek nem az alapok voltak, hanem ezek még az alapok alapjai sem voltak, hiszen a következő részben, és még azt következő részekben is, arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet használni az X-monádot, milyen lehetőségek vannak gyárilag bekábelezve ebbe a rendszerbe, amit kényelmesen, különösebb probléma nélkül tudsz használni, hogyha elolvasod, megnézed, megcsinálod, amit akár a honlapjukon, akár a Discord csatornájukon, vagy akárhol ajánlanak, vagy megnézed az én videóimat. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó próbálkozást kívánok, és természetesen a következő részben találkozunk. Köszi szépen, sziasztok!